ebben a kirakásban megnézzük, hogy mi várható a szerelmi életetekben. Ha párkapcsolatban vagy, illetve ha szingli vagy és párt keresel, amennyiben csatornatak szeretnél lenni, havi pár száz forintért, ami semmilyen kötelezettséggel nem jár, bármikor lemondható, csatlakozhatsz a videó alatti boxban, minden információt megtalálsz, egyéni elemzésre, jóslásra, útmutatásra, energetikai tisztításra, vagy energetizált ékszerek rendelésére is ott van az elérhetőségem. No nézzük először a párkapcsolatban lévőket, megnézzük az indián Mi várható a következő időszakban? Ha párkapcsolatban vagy, Pár kapcsolatban, vagy úgy látom, hogy ez egy spirituális lélektársi, illetve ikerlángi kapcsolat lehet, hiszen rengeteg érték van a kapcsolatban, gyönyörű lapokat kaptunk egyébként. A főpap az maga áldást jelent akár a kapcsolatban is, amikor az ki vannak egyenlítődve, itt egy tanulás-tanítási folyamat zajlik, ez egy karmikus lélektársi-ikerlángi kapcsolat lehet, a botok királynője, akár te is lehetsz, aki tele van tűzzel, tudja, hogy mit akar, tud alkalmazkodni. Az érmék tízes pedig egy olyan boldog családot mutat, amikor a külső és a belső értékek egyensúlyban vannak. Az érmék hetes akár közös vállalkozás, közös pénzkeresést, valami beérik. Most arathatsz, gyönyörű lapokat kaptunk nektek. Ez egy értékes kapcsolat, ha Problémák lennének, akkor is minden megoldható. Valószínű, hogy gyermeketek van, gyermekeket szeretnétek, az is maximálisan támogatva van. A tízes egy ciklus lezárása, egy újrakezdés, egy beteljesedés. Itt biztonságban érzed magad, megvan a tűz kettőtök között, és ott van a tanítási folyamat is. Az is lehet, hogy egy karmikus ciklus lezárul, ha esetleg volt probléma akkor ott vannak az értékek, és előbbre tudtok menni. Gyönyörű kapcsolódások, hiszen a, az érmék maga az értékek, a munka, a lelki, a belső értékek. A botok királynője, aki tudat alatt tudja irányítani a kapcsolatot, ha hölgy vagy, és mindent el tudsz érni, amit csak akarsz. Itt nem látok konfliktus, nem látok vitát, hiszen az a főpap energia valamilyen áldást feltételez. Itt az energiák ki vannak egyenlítődve, csupa pozitív lapokat kaptunk. Húzok egy útmutatást is a szépecskéből. Gyönyörű kapcsolódást látunk két ember, összefonódik, ott vannak a virágok, ami a növekedés szimbóluma, még mindig ott vannak a tervek, egyre gyarapottok kívül, belül. Ott van a fehér galamb, a szabadság szimbóluma. Olyan kapcsolatban vagy, ahol megvan a szabadság. Na nézzük. Ikerlángok, valamilyen kapcsolódás. Szenvedélyed lángra lobban. Így van, ami a botok királynőjénél meg is mutatkozott, hiszen a tűz is, energia van mindenben, amit csak szeretnél, meg tudod valósítani. Hogyha valamilyen probléma van, akkor azt a kezedbe tudod venni, és előbbre tudsz menni, akár anyagiak terén is, tehát ha úgy érzed, megakadás van, akkor is ott van az aratás, hiszen valamit ketten el tudtok érni. Csodálatos lapokat kaptunk. Na no, nézzük, hogyha szingli vagy, mi várható a következő időszakban. Kérdezzük meg a cigánykártyámat. Pánkés eset. A szerelem. No nézzük. Látom, hogy sokat csalódtál egyébként. Olyan, mintha magányos lennél, az is lehet, hogy csalódtál, szakítás volt, ott van benned a nyitott szívcsakra, mégis mintha egy kicsit magányos lennél, de ezt el fogod veszteni, ezt az állapotot, hiszen te is tele vagy vágyakkal, amit meg tudsz valósítani a veszteség kártyája, itt társaságot jelent, hiszen látjuk, hogy ez a két ember is közös cselekvésben van, együtt valahol vannak, jól érzik magukat. A kártyáim azt üzenik neked, hogy tenned kell azért, hogy valakit bevonz magad mellé, aki számodra megfelelő. Ha bezárkóztál, akkor ennek most vége szakad, társaságba mész, kicsit nyitsz a világra, hiszen a szerelem már ott van. Na nézzük, hogy hogyan fog ez megvalósulni. Így van ez a fal, ami volt, vagy amit felhúztál magad köré, az is lehet egyébként, hogy hármas kapcsolódás volt, és azért van fal, ezt most szépen el tudod engedni. Légy olyan, mint egy gyermek, légy laza, őszinte. Úgy látom, hogy az energiaszinted is megnöveled, amit veszteségként éltél meg. Az eltűnik az életedből, a csalódás, a hármas kapcsolat, vagy bármi, amiben benne voltál, vagy benne vagy. Szépen el tudod engedni. A kártyáim azt üzenik neked, hogy légy laza, add meg magadnak, ami jár, játékos és ott vannak az értékek, hiszen látjuk a váratlan öröm kártyáján is, külső, belső érték megjelenik, a vágyaid teljesülnek, ahhoz viszont tenned kell, elengedned a légi blokkokat, hiedelmeket, akár energetikai tisztítással, szívcsakrára, nagyon kell ügyelni, és társaságba menni, nyitni a világra, ami meg is lesz, hiszen a negatív energiák eltűnnek, a blokkok eltűnnek, és ott van a pozitív megoldás, a párkapcsolatot keresel a kártyáim, azt üzenik neked, hogy tedd bele az energiádat. Na no, nézzük, hogy mit üzennek a szívecskés kártyáim. Itt is egy galamb jelenik meg, érdekes, mint az előzőeknél. Egy fehér galamb, de olyan, mintha ez a galamb már valamit tudna. Látjuk az auráját, látjuk az égi csatornát. Te is használd a vonzásodat. Higgy is bíz magadban. Látjuk a szabadságot, a szárnyakat, a repülést. Új kezdet, így van. Új kezdet. Új kaland rád, el kell fogadni, és szenvedélyesen megélni az álmaidat itt is megjelenik a szenvedély, a vágy ebben a kártyában, amit meg tudsz élni. A blokkok a hátad mögé kerülnek, pozitivitásoddal, játékosságoddal, be tudod vonzani a párodat, aki kell neked. Ez egy folyamat, természetesen van, akinél hosszabb idő, van, akinél rövidebb idő, de most valami elkezdődik. Új kezdet. <laughs> Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Csodás őszi napokat kívánok nektek, ha még nem iratkoztatok fel, tegyétek meg. Legyetek csatorna tagok, hogy exkluzív videókat nézhessetek. Sziasztok!